ez egy kis gazdahagyomány volt valamikor 30 évvel ezelőtt, már most 57. alkalommal, hogy megrendezésre kerül. Minden évben két alkalom van, van egy húsvét és van egy karácsonyi alkalom, és tulajdonképpen a későbbiekben már, mikor már nem kis gazdapártként, hanem gazdaegyesületként, akkor Balogh Lajos folytatta ezt a szép hagyományt, és most pedig hát az ő halál után meg mi is tovább ugyanúgy élünk ennek a hagyománynak. Ugyanúgy 500 adag babujást készítünk, és hát amit jó tevők által kapunk, ilyen-olyan csomagoknak valót, azt pedig kiosszuk itt mindig a rászorulóknak. Azt mindig elmondom, amikor megnyitom a rendezvényt, hogy nem csak kimondottan a szegénység, hanem nagyon sok olyan ember van, aki egyedül élő, és ott magára nem szívesen főz már, és akkor ilyenkor egy 3 napig azért a meleg ételt tud magának az ünnepek alatt. Neki is egy békés, kellemes karácsony ünnepe legyen. A korábbi hagyományoknak megfelelően akkor voltak olyan támogatóink, mint a Gerhard Stengel, aki sajnos már ugye nem tud ezzel foglalkozni, Miklós Évike, akire most itt a Kovács doktor úr is emlékezett, de őtőle a régi csapatából a Mészáros Ilona segít nekünk itt, és a ruhaosztásnak ő a kis mentora, úgy mondjam, ő kezeli ezt a kérdést. Ugye Sándor Jani barátunk itt nekünk a fő séfünk, úgymond, ugye úgy is hirdetjük meg mindig, hogy Jani, Sándor Jani módra készül a babgulyás, és a két legnagyobb támogatónk az a Veres András és a Otlakán György Hentesek. Tehát ők ketten adják bele a belevalót, és hát a többi zöldségfélék, egyebek az pedig a gazdáktól, és hát jó szándékú emberektől van, úgyhogy így áll össze a teljes kép. Mindenképpen folytatjuk ezt a szép hagyományt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek az emberek, akik itt most összefognak, hát tulajdonképpen nem csak a gazdaegyesület, hanem a kertbarát kőtagok is és vezetés is, ezek egyszerű hétköznapi emberek, és tényleg apró pénzekből állt össze az egész történet, és hát néhány képviselő is ugye segített benne, mondhatom az Ökrös doktor urat, vagy a Kis Szabolcs képviselőt, de ugyanúgy a Kónya István alpolgármester úr is a forradbor alapot biztosította. Tehát igazán egy szép összefogás volt ez az egész mai történet.